búcsúzni hívták az Örkény Színház törzs közönségét, pártoló tagjait április 1-én a színház Madách téri épületébe. Ez a búcsú azonban örömteli, hiszen felújítják a színház nézőterét, és csak a felújítás idejére költözik el a társulat. 1982-ben újult meg ez a csodálatos, majdnem minden izében Bauhaus építészeti jegyeket hordozó épület, amit a nagy Gerlóczy Gedeon tervezett a Madách tér 6 torszámúház udvarára, abból a tévképzetből, hogy majd pénzt fog hozni a színház. Ez nem abszolút nonsens, lehetetlen pénzt vissza. És noha Mozinek tervezte, 80 éve játszik benne a szakma színházat, és a 70-es évek végére ez nagyon elavult, ez az épület, és akkor felújították. És ugye tudjuk, hogy a 80-as évek elején, amikor átadták 82-ben, egy nagy beruházást, vagy kvázi nagy beruházást nem volt divat szidalmazni, hanem arról volt szó, hogy minden nagyon jó, és minden nagyon szép. A nézőtér akkori átépítésével azonban akadtak problémák. A lehajtott ülőkék ugyanis épp az előző sor háttámláit érintették. Nem volt rés az előző szék támlája, illetve a lehajtott szék ülőkéje. Ez azt jelenti, hogy lábatlan emberek számára terveztek nézőteret az 1982-ben, és ezzel mi jól derüljük, de hát ennek az örökségét nyugjük mára. A mostani felújítással az eredeti Bauhaus jelleg visszaállítására törekednek. Kényelmesebbé és tágasabbá teszik a nézőtéri sorokat, és javítanak az akusztikán, új világítási karzat is készül. A fővárosi önkormányzat 222,5 millió forinttal fedezi a felújítás költségeit. Bízom abban, hogy ez a beruházás, ami szintén egy kellemetlen dolog, ez egy örömteli eseményi fog átfordulni. Örülünk most annak, hogy megújulhat a színház. Örülünk annak, hogy a főváros két fontos szereplője, az Örkény Színház és a Szabadtér Színház első, vagy remélem is, hogy első gondolat után rögtön megállapodott, hogy segítenek egymáson, hiszen valahol addig létezni kell, amíg a beruházás zajlik, és abban bízom, hogy itt senkinek nem a beruházás kellemetlensége, a költözés kellemetlensége jár az eszében, hanem az az öröm, hogyha sikerülni fog, és végre meg lesz az új átadott nézőtér és megújult színház, akkor örömteli esemény lesz. A közönség búcsúzóul dedikálhatta a régi fal egy szeletét. Az idei szezon hátralévő két és fél hónapjában a Szabadtér Színház jóvoltából a Városmajori Szabadtéri Színpadon lesznek az előadások, amit erre az időre befettek egy sátorral, a színpadot pedig az Örkény Színház igényei szerint alakították át. A társulat tagjai is most találkoztak először ideglenes otthonukkal.